Szinte az Asciceum egész földszinti helyisége tele van a frissen lakkozott fakorongókkal. Mint korábban beszámoltunk róla, az intézmény egy felhívást tett közzé, hogy akinek van kedve és ötlete, az bekapcsolódhat a Szentháromság téren felállított fenyőfa díszítésébe úgy, hogy kap egy fakorongot, amit kidíszít. Több mint 700 darab lett kiosztva, és eddig 300 szebbnél szebb alkotás érkezett vissza. Itt láthatunk festéseket, ragasztásokat, égetéseket, vagy elektromos vágószállal kivágásokat, különféle módszereket. Sőt, hétfői napon még kapunk egy olyan különlegességet az egyik iskolától, ahol tűzzománc kis lapokat fognak erősíteni erre a fakorongra. Egy új technológiát tanulnak a gyerekek, egy pályázaton nyert eszközzel, egy kis égető kemencével, de itt, hogyha körülnézünk, számos változata van a különféle technikáknak. Több különleges darabja is van a díszeknek. Érkezett felajánlás is, mint például ez a kis üstökös, mely egyenesen Betlehemből jött Kalocsára. A gyerekek mellett felnőttek is készítettek fakorongot, mondhatni az egész megye megmozdult a felhívásra, hiszen számos településről érkeztek a díszek. Nagyon sokat kaptunk a bács-megyei intézményeinkből, a városi intézményeinkből, itt is a városban is, akár a Hellendoront, hogyha említeném, a kertvárosi iskolából, több helyről is, katolikus iskolából már vissza is érkeztek, tehát megmozdult a megye szerte mindenki szinte, sőt még családok is, és még a Gemenc ZRT-től is kaptunk pár fakorongot. Az egyik csomagot ők alkották számunkra, hogy legyen alap, amire művész ilyen festhessenek a gyerekek. A visszaérkezett korongokat lelakkozták a szakemberek, most száradnak, és a tervek szerint jövő héten szerdán fel is kerülnek a hatalmas fára. Eddig azt gondoltam, hogy erre a hatalmas fára majd egy sávot fogunk kialakítani itt az alsó részen, de így látva már ezt a tömeget, hogy mennyi számban érkeznek vissza, valószínűleg egy kicsit nagyobb felületen, lehet, hogy a fa teljességében. Így egyszerre kell felraknunk, mert ehhez bizony ez segítségre is van szükség. Megint hívni fogjuk ezt a kis pókemelőszerű szerkezetet, amely egy kosár segítségével magasabbra is segít minket jutni. Vízkereszt után a díszeket a megfelelő módon elteszi a múzeum, hogy jövőre újból elő lehessen venni azokat.